Séra Gyula, Szegedi János, Pintérné Gönci Ágnes, Pikó Károly és Vancsó Ágnes, a József András Oktatókórház korábbi főigazgatói 1989-től kezdődően. Őket ünnepelték a 120 éves intézmény jubileumi záró programján. Nagy Lajos Imre szobrászművész mind az ötükről érem portrét alkotott, amelyeket most ki is helyeztek a sebészeti tömb aulájának érem falára. Négyen közülük személyesen is megjelentek az eseményen. Pikó Károly volt az egyetlen hiányzó, ő tavaly távozott az élők sorából. Öt olyan igazgató elődünket helyeztünk föl, annak a plakettjét erre a falra, akik meghatározó egyéniségei voltak ennek a kórháznak. Ugye beszélünk nagyon sokszor álmokról, beszélünk nagyon sokszor megvalósíthatóságról. Itt azok az emberek voltak itt most és vannak itt, és azok kerültek föl erre a falra, akiknek álmaik voltak, és az utókor megvalósította. Én azt szeretném és azt kívánom a mostani kollégáinknak is, hogy azokat az álmokat, amelyeket mi most itt megálmodtunk, azokat majd a később az utókor tudja teljesíteni, hisz azt a fajta szakmai alapot, amit lehelyeztek, elhelyeztek ők annak idején, mi arra tudunk itt építkezni. Adorján Gusztáv az eseményen elmondta, az intézmény jelenlegi vezetése számára fontos, hogy tovább vigyék az elődök örökségét. A főigazgató hozzátette, a kórház egészére kihatott a 120 éves jubileum ünnepi hangulata. Ebben az évben volt nagyon érdekes módon a laboratóriumnak a 100 éves évfordulója, ebben az esztendőben volt a könyvtárnak a 100 éves évfordulója, 50 éves volt a traumatológiai osztály, urológiai osztály, tehát nagyon sok olyan osztálynak voltak jubileumai, amelyeket méltó módon tudtunk megünnepelni, és hát az a fejlődés, ami az elmúlt esztendőben megvolt, és nap mint nap mindig lépésenként megyünk előre, én azt gondolom, hogy méltó megünneplése volt ennek az esztendőnek. Séra Gyula 1989-től 2003-ig állt a megyei kórház élén. Az egykori főigazgató elmondta, munkájának legnagyobb sikere az volt, hogy a rendszerváltozás után sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást és összehangolni a részszakmákat az intézményben. Ez egy hatalmas nagy munkahely, ahol az igazgató csak egy. Önmagában nem ér semmit, hogyha nem kapja meg a támogatást, és miután kölcsönös felelősség van a dolgozók között mindenkiért, sikerült úgy összehangolni, hogy egy ilyen spontán rendszerváltási hangulattól is vezéreltetve a kórházi, főleg a felelős vezetőket, akik tovább az osztályokon, hogy a végén egy egészen jó hangulatú, jó irányba húzó, és hát mint az akkori mutatói jelezték is, szakmailag is fejlődőképes intézmény lett. Az eseményen elhangzott az integrált intézményként üzemelő József András Oktató Kórház, az utóbbi 30 év fejlődésének köszönhetően ma már az ország egyik legkiterjedtebb, leghatékonyabban működő egészségügyi intézményévé vált.